Nem szűkölködik a sellegekben a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola. Az idén 40 éves intézmény az elmúlt évtizedekben a labdarúgás, a röplabda és az atlétika utánpótlás bázisának számított a megye székhelyen. Már 1983-ban elindult az iskolában az emelt szintű testnevelés, ami által az intézmény számos kiemelkedő sportkarriernek ágyazott meg. Tulajdonképpen a foci suli nevet kapta az évtizedek alatt iskolánk. A futball hozta azokat az eredményeket elsőként, amelyekre büszkék vagyunk a 40 év alatt. De természetesen más sportágak is fejlődtek és megjelentek. A lányok kapcsán a röplabdára lehetünk büszkék. A mai napig nagyon szép eredményeket, diákolimpiai, többszörös diákolimpiai bajnok címet mondhat magának az iskola, a Diáksport Egyesület csapatunk. Az atlétika is olyan terület, ahol az utóbbi időben jelentkeznek a szép eredmények. A jubileum alkalmával sportfórumot tartottak szerdán délután az iskolában. Az eseményen az intézmény egykori diákjai osztották meg tapasztalataikat a mostani tanulókkal. Köztük volt Tóth Fruzsina is, akit 2018-ban és 2019-ben is az év női röplabda utánpótlás játékosának választottak. Nagyon sok jó emlékem van innen, hiszen innen indult a karrierem is, hogyha lehet így fogalmazni. Nagyon sok barátnőt és nagyon sok élménnyel gazdagodtam itt. Megismerkedtem ugyebár a röplabdával, amit a mai napig űzök, és nagyon örülök annak, hogy ezt is adta nekem az iskola. A sportfórumot Moravszki Gyuláné valósította meg, aki számos élvonalbeli és válogatott röplabdajátékos nevelt ki az iskola falain belül. Az intézmény testnevelője elmondta, nem csak a múlt eredményeire büszkék, a megyei diákolimpiai versenyeken és a röplabda bajnokságukban ugyanis manapság is hozzák az eredményeket a móriczos diákok. A Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás bázisaként mindkét korosztályban első osztályú csapatként versenyzünk, és igen jó eredménye. A U13-as csapatunk vezeti a ranglistát, pillanatilag a középszakaszban vagyunk, és ami azt jelenti, hogy már benn vagyunk az országos döntőn, aminek az ideje május 7-8-9, az U15-ös korcsoporttal pedig most zajlanak a középszakasz mérkőzései, jelenleg a harmadik helyen állunk. A fórumon elhangzott, az iskola továbbra is arra törekszik, hogy a nyíregyházi profi sportélet egyik legfontosabb utánpótlás bázisa legyen.